Na, itt is volnánk. A TCG Card Shop szimulátorunk a 23. napon újra megnyitja kapuit. Tegnap történtek dolgok. Történt nagyon sok dolog tegnap. De, ami a legfontosabb, hogy most nagyon-nagyon kevés pénzünk van. És Terence-ünk is van ugyebár. És elméletileg fel... Új, már itt van alapból. Nézd meg! Nézd meg, ő már alapból itt van. Azt nézd. Szóval, fel vagyunk töltve, vannak új dolgaink, meg itt is van sok minden. Az jó. Ebből is csináltunk kettőt ugye tegnap, meg van két asztalunk, meg van olyan workbenchünk is, meg van Terence-ünk is, meg minden. De! A mai nap nekünk azt kéne csinálni, hogy kéne csak gyűjteni és gyűjteni és gyűjteni és gyűjteni a pénzünket, és minél többet ezekből megvenni. Ezekből minél többet megvenni, meg majd valamikor megnyitni a B épületünket is. Ezeket kéne ma csinálni. Úgyhogy nyissuk meg a boltunkat, szerezzünk annyi pénzt először is, hogy vegyünk egy izét magunknak majd. Jó, ezekre még van időnk nagyon sok. Szóval egy izé kéne nekem. Egy ilyen. Vagy vegyük meg most. Vegyük meg most. És akkor tényleg nem marad semmi pénzünk. 200 dollárunk van, srácok, baj van. Óriási a probléma. Óriási a baj. Itt fel van töltve minden, úgyhogy... Hát mi nyitogatunk most jelenleg. Terence meg csinálja a dolgát, meg majd nézgetjük, hogy esetleg valami elfogyja vagy sem. És... Ugye az lenne a dolgunk, hogy minél több pénzt gyűjtsünk, és ugye nagyítsuk a boltot, és majd átalakítjuk egy kicsit, hogy a kinézetét az egésznek. A kinézetet az egésznek majd átalakítjuk egy kicsit szerintem. Úgyhogy remélem, hogy mindenki ma is jól érzi magát. Elkezdtük ma. Lehet, hogy ezt másnap látjátok majd ezt a videót YouTube-on. Hogyha itt vagytok streambe, akkor mondom, hogy elkezdtem a Heavy Rain játékot is, úgyhogy azt nem soká felkerül YouTube-ra az első része. Ha viszont YouTube-on nézitek ezt a modot, vagy ezt a kártya shop szimulátoros cuccot, akkor meg valószínűleg, hogy már fönt van az első része, úgyhogy ha a játék végigjátszásokat is szeretnétek nézni, akkor YouTube-on megtaláljátok azt is, nagyon sok új dolog lesz mostanában majd. Én szerintem. Úgyhogy, ja. Mit kell? Majd ezt kell nézni, ez a kék. A kéket kell nézni, meg ezeket majd, mondjuk, minél hamarabb el fognak fogyni. Ezekkel mi a helyzet? Az van, jó. Jó. Hát IFC egyre kevesebb lesz valószínűleg, de ha ma lesz kedvem meg időm, akkor lehet, hogy benézünk egy kis squadba tesztbe vagy valamivel. De nem nagyon lesz IFC, szerintem. Nem nagyon játszok, meg nem is nagyon fogok játszani ezzel a játékkal szerintem. Ugye akinek az kell, az valamelyik másik csatornán valakinél meg fogja találni az IFC-t. Szerintem egy borzalmas játék még mai napig az a játék, és nem nagyon van rá szükségem, hogy én azzal a játékkal játszom. Úgyhogy nem igazán lesz valószínűleg sok. De ma is benézhetünk egy kicsit, meg holnap is benézhetünk egy kicsit, mert ugye holnap a Trailblazers kezdődik. Ma, hogyha lesz időm, akkor egy kis squadba tözre, vagy valamire mehetünk. De nem fogom túlerőltetni egy olyan dolgot, ami nem szeretnék játszani. Amúgy ja, azt is kéne majd csinálnunk. Csak előbb tényleg nagyítani kéne a boltot, hogy ebből kéne venni majd kettőt. Meg majd, hát majd alakítgatni a dolgokat nyilván, minél többet fejleszteni a dolgokon. Azt láttam valakinél, hogy azt csinálja market price, és plusz kettő, és round. Vagy ezt nem tudom, hogy ezt így mi is csináljuk, vagy nem. Market price plusz, ja nem. Mi? Market price plusz 20 és round. Ezt is mi így csináljuk. Meddig leszek ma? Hát attól függ. Általában szoktunk egy
másfél-két óra hosszát ezzel játszani ezzel a játékkal, hogyha meg van kedvem akkor, hogyha az IFC-re, akkor maximum 8-ig, de nem tudom. Nem biztos, hogy leszek 8-ig, de max 8-ig. Ez a játék, aminél mindenféleképpen fogunk játszani egy másfél-két óra hosszát szerintem. Mi a helyzet itt? Van 500 dollárunk, jó van. Azokat is ott megtaláljátok, veszitek? Jó van? Vagy nem? De abból vettek kettőt. De a sleeve, a sleeve-ben nincsen. Csak kettő darabunk, várjatok akkor. Abból a sleeve az meg nem az a sleeve. Akkor azt majd vennünk kell egyet. De az olcsó, ugye? Csak 23 dollár. Jó. Oksa. Azt oda feltöltjük, csak az a baj, hogy ketté maradni fog. De nem ketté fog maradni, nem több. Mindegy. Majd legalább ott marad dolgunk. Márki meccs abszolút. Hát azt minden héten ki szoktam rakni ilyen alap dolgokat. Ugye tegnap bejött a Liga SBC is például a játékban. Igaz, hogy ugyanaz körülbelül majdnem, mint benne vagyunk amúgy valakinek a fejébe, de igaz, hogy majdnem ugyanaz, mint előző években volt ugye a Liga SBC, de van újra a Liga SBC. És azt hiszem, hogy idén hamarabb jött be, mint tavaly például. Europacket kidettem, csak hogy minek azt nem tudom, mert duplikét Campos jött belőle, úgyhogy eszméletlen fantasztikus. Főleg úgy, hogy ma tudtam meg, hogy Rafinha SBC lesz. Nagyon-nagyon jó. Ugye még így se akarja a játék, hogy játszik vele, érted? Hogy a gameplay nem jó, az izé nem jó, semmi se jó a játékban, nagyon sok hibája vannak a játéknak, és még megcsinálok valamit, ami borzalmas, és másnap meg kiderül, hogy lesz egy olyan dolog, amit én szeretnék megcsinálni. És most meg már nem fogom tudni megcsinálni, mert hát nyilván kerülni fog jó sokba az arafin. Nem jó, pont több nézőm van. Szóval most megkérdezem tőled meg, hogy hát igazából kétféleképpen is lehet gondolkodni. Csinálsz olyan dolgot, amit nem szeretsz, és akkor több néződ lesz, vagy több, mit tudom én, akármi. Vagy csinálsz olyan dolgokat, amit szeretnél csinálni, és élvezel, és szereted. Nem tudom. 3,5 évig szenvedtem azzal a játékkal, szerintem ideje kicsit élvezni is a dolgot. Meg tudjuk ezzel is találni azokat az embereket, nyilván minél másféleképpen különböző játékokkal fogunk játszani, annál többféle fajta közönségünk is lesz, vagy emberek, akik ez érdekli, az érdekli, amaz érdekli. De aki itt van, itt van. Hát aki meg nincs itt, inkább azokkal foglalkozunk, akik itt vannak, nem pedig azokkal, akik nincsenek szerintem. Én nekem elég volt ez a borzalom. Nyilván nagyon sok mindent köszönhetek az IFC-nek, meg a FIFA-nak, meg az IE-nek, meg a... az idáig 3,5 éves idézőjeles karrierünket, meg a én legjobb barátaimat is például annak a játéknak köszönhetem. De... hát én nekem... nincsen szükségem az arra, hogy egy olyan játékkal játszok, ami nem is jó, meg nem is élvezünk. Nem tudom. De nyilvánvalóan, ha most azt nézzük, hogy mi lenne jó amúgy a karrierünknek, vagy a streamer, vagy content gyártói dolgoknak, akkor nyilván az lenne jó, hogy én egy olyan dolgot csináljak, amit nem szeretek. De nem nagyon akarok olyan dolgot csinálni, amit nem szeretek. És hát nyilvánvalóan a streameléssel, meg a ilyen dolgokkal, amit hoz az élet. Nyilván valaki csinál olyan dolgokat, amit nem szeret csinálni, hogy több pénze legyen, de... hát mindenki mindig azt mondja, hogy olyan dolgokat csinálj az életedben, amit szeretsz csinálni.
És ez nem mindig úgy van, nem mindig egyszerű a dolog, de... Nem leszek soha izé NSI, meg VR, meg ilyenek, de... Vannak olyan kontentgyártók is emberek, akik ilyen... Minden játékkal játszanak minden nap. Minden különböző játékkal, nyilván én olyan sose leszek. De meg lehet próbálni. Meg lehet próbálni. Aki itt van, aki nem, meg nem. Ennyi. Mert beszéltünk erről is nagyon sokat, hogy amúgy számomra is borzalmas olyan embereket nézni, akiket idáig szerettem, és most meg azt látom, hogy szenvednek. És csak azért streamelnek, mert ott nagy kártyám. És csak azért azaz, adogassad játék, köszi szépen, adogassad a nagy lapokat. Szóval rossz azt látni, hogy vannak olyan emberek, akik azért streamelnek, mert az a munkájuk, hogy full time munkájuk, hogy ezzel a játékkal játszanak, mert hogyha mondjuk neked van mondjuk külföldi streamereket például, hogy vannak olyan streamerek nyilván, akiknek van mondjuk 1000 meg 10000 nézőjük, vagy akármennyi. És hogyha most mondjuk más játékkal játszanak, és mondjuk van 10000 néződ, és mondjuk csak 3000-en néznek, hogy te játszasz egy teljesen másik random játékot, az is meg... Szóval az is teljesen nagyon-nagyon meg tud érződni, hogyha te nagyobb streamer vagy, és mondjuk egy kicsivel is kevesebb néződ van. Nyilván... Most így nem tudom, hogy nekünk mennyi nézünk volt idáig, meg hogy most mennyi van. Nyilván tudom úgy nagyjából, de... De mindig majd alakulni fog ez a dolog. Majd alakulni fog ez a dolog. Most is felment YouTube-ra egy... Még lehet, hogy nem ment fel amúgy, de fel fog menni egy új végigjátszás, egy igaz, egy régebbi játék, de annál jobb játék, a Heavy Rain-nek a végigjátszása. Ennek az első része ugyebár. Úgyhogy remélem, hogy az is tetszeni fog egy-két embernek, vagy több embernek. Azt utána meg majd lesz, ami lesz. Igazából. Ezeket most már akkor így fogom csinálni, hogy ezeket is alakítsuk át olyanra. Hogy van ez? Most 3,3-on van. Ez így túl drága, nem? Vagy ezeknél legyen így csak. Lehet, hogy most egy kicsit alakítunk itt az árjainkon, és lehet, hogy rossz irányba fogunk menni, de mindjárt meglátjuk. Ez túl drága, ezt adjuk 30-ért, nem? Az túl drága lesz szerintem. Csak láttam másoknál, hogy sokkal drágábban is adnak dolgokat, és így is amúgy elviszik őket. Legyen akkor 3,5. Jó, 33. Adjuk 40-ért, az nem lesz sok amúgy. 6,5, ez így mennyi lesz? 7, legyen 7. Legyen mondjuk 7 az. Az el fog fogyni majd, de jó lesz, jó lesz. Adjuk ezt 60-ért? Majd szólnak itt a emberek, hogy mi a helyzet. 17,0. Az legyen mondjuk 19. És feljebb viszik az árakat egy kicsit, azt lehet, hogy nem fog tetszeni az embereknek, de... Az is legyen mondjuk 19. Hogy vége az első napunknak a mai nap, de mindjárt majd. Legyen 10. De tudunk roundolni, ugye? Úgy, ja. Jó. Ez is legyen 39 mondjuk. Legyen, de 42 a sok, nem? Mindegy, majd alakul, majd ez. Meg legyen 20-as. Meg akkor itt még vannak dolgok, ugye?
24, 22, 29, úgyse én csinálom a pénzt, ezt nem a Terence csinálja. Úgyhogy neki meg tök mindegy, hogy hogy lesz a dolog. Mondjuk azt háromért viszik, azt meg ezért, nem, az úgy nem jó. Legyen 2,5. Jó, akkor meg vagyunk mindenre, ugye? Te mit keresel itt, vagy mit csinálsz? Ilyet tudunk csinálni? Ami láttam azt is, mert egy kicsit utána nézem a dolgoknak, hogy az emberek csinálnak amúgy... Oda nem tudjuk felrögni? Oda nem tudjuk felrögni. Van, mindjárt megnézzük, hogy itt mik vannak, meg mik vannak elfogyóban. Abból van 2, abból van, hát nem sok, de van. Abból is van 4, abból is van 3. Jó. Hát fejezzük be akkor az első napunkat a mai napra, van 2000 dollárunk. Ami elég jó. Ki a kedvenc videósom jelenleg? Hát magyar szinten valószínűleg, hogy a VR-osok, meg Nessai. Külföldi szinten, meg a K-szó szerintem jelenleg. K-szó. Talán. Nyissuk meg. Most majd veszünk dolgokat, hogyha szükség van rá. Mondjuk mielőtt megnyitunk, akkor ezt felrakom így. A készónál látom, hogy ez így van nála. Ez így... valószínűleg, hogy többe fog kerülni, mert ugye ez sárga, az meg fehér. Ez 60... Azt abban mit raktam bele? Várjál. Lehet, hogy ez így nem lesz jó. Hát azért 65-ért adjuk el ezt szerintem. Ezek ilyen scampek valami. De jó lesz ez, jó lesz ez. Mert ebben belerakja minden nullától 5 dollárig lévő lapokat. Jó lesz ez úgy. És ez mennyibe kerül? 11-ért, jó van. Nyissuk meg! Ezt kirakjuk. Nyissuk meg a boltot. Aztán tudjuk feljebb venni, vagy mit tudunk ezzel csinálni? Tudunk valamit? Ez mi ez? Hogy ezzel most itt rossz dolgot csinálok, hogyha én ilyen dolgokat csinálok? 4,7-en van majdnem a cucc. Úgyhogy az nem rossz, majd mi... az mi? Bulk box. Mi ez a bulk box? Az micsoda? Azt sem tudom, mi ez a bulk box. Abban van 2... Hát itt fogyóban vagyunk, de majd veszünk nem sokan. Lehet, hogy amúgy fel kéne venni amúgy a másik gyereket is, hogy pakolgasson. Tudom, hogy nagyon lassú. De amúgy lehet, hogy fel kéne venni. 17 dollár, nagyon jó. Akkor igazából csak annyi lenne a dolgom, hogy nyomogatom a gombokat a telefonomon, hogy veszek olyan dolgokat, amik úgymond kellenek. És a pénztárban van egy ember, a pakolni is pakolná egy ember. Vagy mennyi izé kell a másikhoz? 20-as szint. Csak akkor ezek ketten 450 dollár lenne naponta. 450 dollár lenne naponta az, hogy ketten vannak, és azt most én nem nagyon szeretném. Mert első dolog, mondom, annak kéne lennie, hogy megnyissuk majd 5000 dollárra másik helyiséget, meg ezt nagyítsuk, ezt a boltot. Már mondjuk ezt kéne előbb kinagyítani, minél nagyobbra ezt a helyet szerintem. Van valami elfogyva? Abból van... abból kevés van. Abból vegyünk egyet nagyon gyorsan. Még mielőtt elfogy. Ebből veszünk egyet, mert abból van egy darab.
És akkor ide is azok jönnek. Itt rakosgatjuk ki a ezeket. Kerekítés 21. Hát majd mindjárt kiderül az, hogy jó ez az ár ezeknek a lapoknak, vagy azoknak. Vagy rosszat csináltam, hogy feljebb vittem a dolgot. Csak olyan sok helyen látom azt, hogy kevésért adom én a dolgokat. Még valamikor market price alatt is voltak dolgaink. Az volt 2 vagy 3 jó pack is. Hányos szintiek vagyunk? 17-esek, meg a 24. napon vagyunk. Jó, az jó, az jó, az. Nagy lap. Azt, hogyha valaki elviszi, na későnjük rakni amúgy, mert itt nem 2-t elvitték. Mennyi ez így 20%-kal? 129 dollár. 129 dollár. Hey. Elvitted a 129 dolláros lapot? Egyből elvitte? Azt mondjuk nem rossz. Ha egyből elvitte a 129 dolláros lapot, az fantasztikus. Mindjárt jön. Figyeld. Igen. Nyomja a Terence, nyomod. És most figyelj. Boom! Yes. Ott is vagyunk. Az a baj, hogyha én egy darab izét szeretnék csinálni, akkor az úgy nem jó. Egy ilyen renoválás cuccot. Az a baj, hogy ez így 700. Ez így 2000 dollár ez az első sor. Mert így egyet nem kéne, mert ott megnyílik egy ilyen kis négyzet alakú valami. És ez úgy nem elég. Úgyhogy gyűjteni kéne még is pénzt, és akkor majd így egyszerre megnyitni mindent. Vagy sós, több mindent. Egyszerre. Abból is kéne venni, mind a kettőből egyet kéne venni megint. Egy és kettő, és bum. Hoppá. Ez melyik? Ez a barnás, oké. Jaj, dobozt adtuk kint. Azt pedig oda rakjuk, jó. Nézzünk meg, hogy itt még vannak. Abból ki tudunk rakni, mert itt van még, ugye? Hopp, nem így. Hanem így. Jó. Aksa. Az mi az? Abból vitteg el? Abból miért nem visznek el egyet sem? Tesz hiányomat a múltkor valaki. De nem viszik el. Miért nem viszik el? Túl drága? Vajon? Lehet, hogy túl drága? 9. De beszélgessünk egy kicsit a Barcelona meccsről, a tegnapi Barcelona meccsről. Tudom, hogy még nem... nem IFC-zünk meg ilyenek, de hát ilyenkor is. Ilyenkor ezeknél a játékoknál a legjobb ilyen dolgokról beszélgetni szerintem. Ilyen random dolgokról. Hát meglepő volt minden esetre a tegnapi Barcelona-Bayern München meccs. De nagyon örültem neki, hogy hát nem feltétlenül simán, de simán nyertünk. Fogjuk rá. Jó volt látni. Nagyon-nagyon jó volt látni, amit leműveltek a srácok, és Flick, Rafinha,
Flick megváltozott mindent ebben a csapatban. Minden megváltozott. Flickkel. Amúgy venni kell venne mindent amúgy lassan. Az a baj. Hogy mindent is kéne venni. Már el fog fogyni minden. 3000 dollárunk van. De elsősorban mit kéne vennünk? Elsősorban egy ilyet kéne vennünk, hogy tudjak nyitogatni. Ugyebár. És hát, hogy tudunk nyitni egy mondjuk egy 2000 dolláros lapot, vagy valami nagyot. Meg arra azt is láttam tegnap, hogy valahogy ugye el lehet adni ezeket a polcokat, meg ilyen olyan dolgokat is amúgy. Csak ugye féláron azt hiszem valahogy, féláron, vagy nem tudom pontosan, de nyilván nem teljes áron lehet eladni őket, de ellen. Majd figyelni kell nyilván az ére is nekünk. Ilyen bérleti díjra, meg fizetésekre. Hát ezek a packek nem a legjobban. Mindegy, majd rakosgatunk izéken. Olyan bandeleken. Hát ja. Nem baj, ezek is jók, ezek a kisebb lapok. Jó, az felkapcsoljuk itt a villany, mert sötétedik megint. Hamar telnek ezek napok, így az elején nagyon-nagyon lassan teltek, és amúgy el is vitték mind a kettőt. Wow. Azt mondjuk elég durva. De ez meg nem olyan színű. És ez is. Ez 11 dollár. De azt, hogyha leviszem nullára, akkor tudunk csinálni. És ez megizé lesz? Ez meg olyan lesz. Érdekes. Érdekes. Jó, azokból vannak, ott visznek. Hát ezeket majd fel kell töltenünk nagyon. Azt el is vitték már. Ez a piros, ugye? Ez a piros kocka. Piros kocka, ez lesz, ugye? Azt hiszem. Hoppá. Igen. Ezt ide fel is töltjük, mert az pont 16 darab. Jó. Oksa. Abból van 5 darab, abból van úgy oké, és abból 3, abból 2, abból is 2. Hát jó. Ja, ebből van nekünk nagy packünk, vagy nagy csomagunk, úgyhogy jó az. Hello Andy, hello. How are you doing? 10 dollár. Yeah, as you can see, I'm addicted to this game. And not playing EFC anymore. I'm playing, but not much, because still terrible. That game is not good. But yeah, I'm doing good. I'm doing good. Thank you. Hope you're well. Okay. I just asked you twice. Nice. Yo, 12. Oksa. Nagyon-nagyon fogyóban vannak ezek a dolgok amúgy. De várjál, hogy ezt... akkor abból is tudunk venni egyet, és akkor ki tudjuk pakolni az egészet szerintem. Jó. És akkor ez is tele lesz. Fullos. Jó. Oda is rakunk. És így üres a box, jól van. Ennyi az idő, 8 óra, akkor lassan zárás van megint. Abból van, abból is csak egy van, hát ezt nem hiszem el. Elfogy mindenünk. Hirtelen. Elfogy mindenünk. Andy, are you playing EFC or just Carly Elmond? I tried career mode,
But that's not really my type of game. Sadly. But I love this one. Jó. Ezek nem a legjobbak, ezek a lapok, de mindjárt majd csinálunk bandadeket. Is, meg ám azért, de azért mennek el ezek a lapok, úgyhogy kirakjuk őket. 11. Az egy 9-es. Vegyünk most dolgokat amúgy. Már amúgy szükségünk lenne dolgokra. Vagy várjunk még egy napot. Mert amúgy abból is kéne, abból amúgy kéne vennünk egyet minimum. Abból a lila vagy rózsaszín boxból. Ebből mindenféleképpen szerintem vegyünk egyet. Többit meg majd látjuk. Úgy. Többit meg majd látjuk, hogy mi van. Azokból úgy mondjuk, hogy vannak. Hát az kevés. Jó, kevés, jó. Okés, az nagyon kevés. Meg ezek is amúgy fogyóban vannak, de menjünk akkor a következő napra. És van nekünk kemény $1000 profitunk. Itemekből visznek nagyon sokat. Kártyákból visznek ugye felét, és a játékokból viszont elég kevés a bevételünk. Nem tudom, hogy vissza kéne raknunk ezt izére. Legyen egy 8-as, 8 per óra. Akkor mi van? Akkor mi van, hogy a 8-ra rakjuk óránként? Az úgy jobb lesz, vagy jó lesz nekünk? Nem tudom. Nyissuk ki megint a boltot, azt jönnek, azt majd alkotunk itt dolgokat. Addig meg csinálunk ilyen boxokat is, hát ha ezeket is majd szépen lassan elviszik. Most tudunk többet csinálni. De azt a fejét elvitték, azt abból meg még volt egy, vagy maradt. Jó. Nyitottunk ugye már egy $100 lapot. De ilyen $1000 környék itt. Eddig csak egyet nyitottunk, ugye ez 1600-asat ugye a második nap, vagy mikor. Úgyhogy nem ártana egy nagyot adnod játék most már. Meg kell néznem amúgy a számlákat, meg ilyeneket. Ott is van egy $10. Nem rossz. Itt volt egy 8-as. 2-es, hát ezek bundle-ekbe fognak menni ugyebár. De jó az. Hát az viszont egy nagyon rossz volt, egy nagyon rossz meg. Ott volt egy 8-es megint. Kész a követés, szia. Hello. Jó. Nyitogatjuk, de nem nagyon jönnek nagy lapjaink. Jó, okés, abból még mindig van 2, úgyhogy azt nem kell vennünk még. Nagyjából jók vagyunk. Ezért nézzük már meg a bills. Ezzel lesz nagy problémánk. De arra még van 3 napunk. Csináljuk meg ezt. Azt sem tudom nagyon, hogy szeretném megcsinálni amúgy majd a kinézetet, mert ez így nem a legjobb. A bolt jelenleg nem néz ki a legjobban. De majd valamit alakítani szeretnék, hogy valami jól nézzen ki. Azt... Most hogy vagyunk? Te hogy jöttél át? Haló? Ezek hogy jönnek be büdösen? Hogy jönnek be büdösen? Ha? Pedig még nem is tudom belerakni, vagy be van. Várjál.
Vagy most... Ja, hogy ez nem volt back... Akkor az miért volt kikapcsolva? Vagy hogy kapcsolt ez ki magától? Hogy kap... Hogy volt ez kikapcsolódva? Mindegy, még azt meg kéne venni, mert így nem néz ki jól. Ugye most jó sokat elkezdettünk, de... De majd mindjárt alakítunk valamit. Mert pontosan nem nagyon tudom, hogy kéne ezt csinálnunk. Hol volt ez? Valahol ott. Inkább a mászt kéne ide rakni először. De be a sarokban. Valahogy így. Ja. Jó. Jaj, ne rossz gombot nyomok mindig. De amúgy azt tetszik nekem, már még lehet, hogy nem mindig lesz jó, hogy így mögé pattan a dolognak. Hogy mellé dobja. Jó, az pedig oda. Itt valamit majd kéne csinálnunk. Hát egy kicsit nagy a sor, nem? Amúgy. Egy picit nagy a sor. Terence, mi történik? Nyomod itt neki a dolgokat? Amúgy lehet, hogy ezt is át kéne pakolnunk amúgy oda. Jelenleg. Ez miért nem jó? Nem tudom, hogy kéne kinézni a boltunknak. Jelenleg. Valami olyat kéne csinálnunk. De amúgy lehet, hogy kéne még több asztal is. Mi van akkor, ha ezt... Hát most ide berakjuk középre, de ez így nem lesz jó. Mi van akkor, hogyha ezeket ide berakjuk a sarokba? Amennyire csak tudjuk. Jelenleg. Kicsit mondjuk berakjuk oda. Úgy. Mondjuk. Lehet, hogy ezeket kéne csinálni amúgy. Ilyen sorokat amúgy. Nem így a falra kéne rakosgatni a dolgokat, hanem így ilyen sorokat kéne csinálni. Vagy nem is tudom pontosan. Nem is tudom pontosan. De ezeket ilyenkor fel tudom. Ja, de ne menjetek el! Hát nem akartam, hogy elmenjetek. Az a dob befér. Nem akarom, hogy elmenjetek amúgy. Gyertek vissza szépen, mindjárt. Oda befér az úgy. Várjál, de még amúgy kettőt oda tudnánk rakni. Vajon? Ide. Hát mondjuk lehet, hogy túl zsúfolt lenne a dolog. Nem? Mondjuk ezt még arrébb tudjuk rakni mondjuk. Nem is tudom, hogy így kéne, vagy... De ennek is kéne venni még egyet amúgy majd. Csak ez is vagy $400, vagy mennyibe kerül. Azt hiszem. Ha jól tudom. Sziasztok, srácok, sziasztok. Nyomjuk neki a boltunkat tovább. Nincs megállás. Nincs megállás a boltba. De ezek a lapok amúgy annyira már nem kerülnek sokba, az a baj. Azért feltöltjük azért. Meg azért nyitogatnunk kéne úgy. Nem az rossz gomb. Úgy. Ja, ide kéne nekünk még egy asztal, meg még egy asztal. Meg ide kéne nekünk még egy ilyen. Szerintem. Meg amúgy ez se néz ki olyan jól itt szerintem. Meg nyilván az se néz ki jól ott, hogy... Az se néz ki nagyon jól ott, hogy... Hogy itt vannak ezek a dobozok, úgyhogy valami olyan polcokat is kéne vennünk majd, amikre tudok pakolgatni. Ja, meg kéne nézni amúgy a polcokat, hogy mi van a helyzet. Mindjárt megnézzük, hogy kell-e vennünk valamit, mert biztos, hogy kellene fog.
nyitogatnunk kell sokan. Lehet, hogy mégis fel kéne venni, vagy vegyük majd fel a izét. Az is nagyon-nagyon drága lenne, hogy felvennénk majd a másikon. Most ezt megint kikapcsoltam véletlenül? Ja. Lehet, hogy amikor így véletlenül így nyomok valamit, akkor kikapcsolom valamikor, úgyhogy arra figyelni kell, mert az előbb is bejött valaki büdösen. Kell vennünk kék dobozt. Ja. Sleeve-ek azok vannak, ugye? Ez olyan sleeve? Vagy ez nem olyan sleeve? Ez olyan sleeve. De ez meg amolyan sleeve, ugye? Ezeket fel tudjuk ott tölteni. Ja, az már ki is fogyott, jól van. Ez így sokkal jobban néz ki, nem? Majd itt alakítunk valamit még itt középen. De jól néz ki. Mi kell nekünk? Kék doboz kell, meg... Vagy csak kék doboz kell? Vagy vegyünk egy se... Hát, nem tudom. Vegyünk egy sárgát is. Ha már ott vagyunk. Be kéne kapcsolni a világítást is. Mert azért mondom, hogy mivel 8 darab van egy ilyen dobozban, az ki tudjuk mindent rakni igazából. Hirtelen nem tudtam, hol vagyok. Vagy jó úristen. Majd viszont, hogyha ez is elfogy egy kevés, akkor behetünk ebből is egy dobozzal. Hát úgy nagyjából. Nyilván ezekből is itt 2 van, abból 3 van. Szépen lassan majd behetünk azokból is. Ezt is itt nézzük meg, hogy mi a helyzet. A pirosokat viszik. Jó, az jó, az jó, az valahogy fogjuk rá. Meg vagyunk úgy nagyjából. Úgy nagyjából. Ott is egy 13 dolláros. Jó. De az viszont borzalmas volt. De az a baj, hogy lehet, hogy ennél többet nem nagyon fogunk tudni csinálni így a mai célból, mert ugye az volt a célunk, hogy minél nagyobbra rakjuk a boltot, és minél nagyobb legyen, és akár megnyissuk a másikat is. De mivel megvettem az egész oldalt körülbelül, meg majd lassan Terence-et is ki kell fizetni, meg a számlákat is ki kell fizetni, így eléggé húzós lesz a dolog. Hogy még többet fejleszünk, meg még nagyobbra csináljuk az egészet. Meg lehet, hogy amúgy nem is nagyon van szükségünk arra, hogy megnyissuk jelenleg a második boltot. Mondom, lehet, hogy kéne még 2 asztalt venni. Meg lehet, hogy kéne még egy ilyet venni, talán. Nem tudom pontosan. Majd látjuk. Akkor lehet, hogy az lenne még a mai tervünk, hogy kifizessük Terence-et, meg talán a számlákat, hogyha szükséges. És vegyünk még akkor 2 asztalt, meg egy ilyet. 2 asztal, meg egy ilyen, az viszont 200, 400, 800 dollár. 800 dollár amúgy, az a baj. Kifizessük ezt? Most? Hagyjuk még szerintem. Nyisogassunk több ilyen dolgot, mert ugye a polc is lassan üres. Vagy a kártya, a cucc. Nyomjuk. Jó. Közben amúgy 15 perc, akik itt vannak streamen, amúgy mondanám, hogy YouTube-ra kiment a Heavy Rain-nek az első része. Egy új végigjátszás a csatornán, nyilván egy régi játék, de egy új végigjátszás. Amúgy nyilvánvalóan ezek a játékok nagyon-nagyon-nagyon jók. Hiába érződött nyilván a... Főleg a kontrollás irányításon érződött a Heavy Rain-en az így jelenleg az első 40 percben vagy fél órában, hogy régi játék. Ezért átváltottam amúgy egérre meg billentyűzetre abba a játékban jelenleg. Valamiért nem vette be a irányítást, hogy lefelé húztam, meg felfelé húztam a jobb sticket, de majd látjuk, hogy hogy fog az is tovább menni, meg mikor folytatjuk, meg hogy folytatjuk, mert
Jelenleg majdnem, hogy szinte minden nap van ebből. Rész. De viszont... így a többiből abból nem tudom, hogy lesz, meg mikor lesz, meg hogy mi a helyzet. Mint például a, mit tudom én, a Happy Wheels-ből, vagy a Heavy Rain-ből, vagy valami. De ezt élvezem ezt a játékot jelenleg, úgyhogy ebből körülbelül majdnem, hogy minden nap van. Csapat össze, szíve. Jó, fogynak, minden fogyik. Minden fogyik. Fogyóba vagyunk. Abból amúgy vehetnénk még egy dobozzá, amivel abból csak egy sort kapunk. Eladtak? Ja, még vannak. Hát akkor vegyünk egyet abból. Így hirtelen. Mert ugye ebből még nem tudjuk azt megvenni, mert 19-es szint kell, ezért csak egy sort fogunk tudni rakni. Hogy vettük, srácok, mi a helyzet? Hogy vagyunk? Hogy telnek a napok? Nekem őszintén, elég jól az IFC nélkül. Minél hamarabb ott hagyod a játékot, annál jobban fogod magadat érezni. Igazából, nekem jelenleg én így vagyok. Jó, be tudjuk fejezni a napot? Be tudjuk fejezni a napot, jó, oké. Most a kártya eladások azok nem nagyon mennek. Kicsit mínuszba is lettünk. Szerintem meg tudunk egyből nyílni, ugye? Mert ja, kéne pénz, és akkor vennénk olyan dolgokat. Ilyet tudunk feltölteni? Vagy nem visznek ilyeneket? Nem nagyon visznek ilyeneket, az a baj. És még több ilyen paklit meg kellene. Feljebb kéne vinni amúgy a packnek az animációjának a gyorsaságát. Amúgy ez is elég gyors. De lehet, hogy tudnánk gyorsabban is nyitni. Nagyon jó. Nagy pack. Vagy nagy pack? Miről beszélek? Nagy kártya. Na azt körül 100 000-ért el fogjuk tudni adni, nem? Mert most már nem market price közelébe adjuk el a lapjainkat, hanem kicsit többen. Az úgy elég jó. Nézzük csak meg, vittek el innen lapot, vittek, úgyhogy ezt ki is tudjuk adni. Figyelj ember, itt van nekünk egy ilyen 107 dolláros lap. Ez amúgy... valaki elviheti, ha szeretné. Ott is elvittek, pont mellette. Round 8. Viszik ezeket a lapokat, csak az a baj, hogy nem nagyon nyitogatunk nagyobbakat, vagy nagyokat. Nyomjuk neki, nyomjuk. Jó. Van 2400 dollárunk, csak abban mindjárt nagyon sokat el fogunk költeni majd. Főleg Terence-re. Ott egy 8 dolláros. De abban is kéne tölteni a... polcokat majd. Hát... jaj, úgy. Meg nyilván majd, ugye lehet, hogy nem ma. Hopp, azt el is vitték, az melyik a kék? Kék. Szóval... ma nem az volt a célunk, hogy vegyünk új termékeket. De majd nyilván azok is kelleni fognak. Mert amúgy jönnek frissítések is erre a játékra, meg raknak bele új dolgokat is. Mert például szerintem ezek a dolgok itt még nem... hol vannak? Ezekből szerintem raktak be újakat, ilyen comic bookokat, meg ilyeneket. Úgyhogy vannak itt újdonságok ebben a játékban. Ez mi ez a kérdőjel licenc? Purchase license to unlock this product. Az mi? Mi az a kérdője? Az micsoda? Halló? Mi az a kérdője, item? Mi az a sárga? Ja, van mindegyikből, csak kevés ugye abból is jelen.
Az is drága, nem mondja veszek olyanokat? Vagy nem? Vagy csak a licencia volt drága? Lehet. Mi van, Terence? Lassú vagy? Egy picit, nem? Túl sor, nagyon sor. Túl nagyon sor. Mit szólnál ahhoz, hogyha mondjuk... De nem váltjuk le, mert nem tudjuk leváltani, mert drága az új ember. De azt is majd 20-as szintnél tudjuk szerintem. Vagy tudnánk. 20-as szintnél körülbelül. Tudnánk felvenni a következő embert. Mondta, még egyet tudnánk felvenni, csak az még lassabb. Még lassabb a... Hogy hívják? Zack, Kerry, Zack. Ez a Kerry? Úgyhogy tudnánk felvenni itt embereket, csak hát... Nem úgy megy az a dolog. Itt ezeket egy picit átpakolgatjuk. Úgy. És még nem kell vennünk, mert ugye nem férne ki. De majd, hogy még egy kicsit fogy. Akkor majd veszünk. Jó, abból van három. Azokból vannak úgy. Hát minden fogyóból van. Minden fogyóból van. Vennünk kéne magunknak egy packet. Vagy hát egy box packet. Valahogy így. Amúgy lesz neki 10 év, nézd már meg amúgy azt. Hogy nekünk ez van jelenleg. És amúgy 20-as szintnél lesz amúgy legendary pack. Jaj, ezeket már lehetne venni? Azokat a deckeket? Csak mindegyiknek 1000 a licence csak. Ja. Az mondjuk elég durva. Majd lehet, hogy azokat is kéne vásárolni. Majd valamikor. Lehet, hogy azokat is kéne majd vennünk, hogy legyen valami új termékünk. Csak akkor majd nyilván át kell alakítani a dolgokat megint. Kinézetet meg a az egészet. Nyilván majd venni kell új polcokat is, meg egy... Valami olyasmit mondom, szerintem szeretnék, hogy ilyen sorok legyenek, ne pedig a falra rakjuk a polcokat. Majd látjuk igazából. Ó, nagyon jó, 30 plusz dollár. Ki is rakjuk már, majd látom, megint fogyóba vannak. És van egy 37 dolláros. Ott abból lesz egy 10 inkább. Abból is egy 10-es. Úgy nagyon viszik ezeket a lapokat, kéne még többet nyitogatni. Elviszik még azokat is, hello. Hát ennyi lapom nincsen, vagy ennyi. Ezért nem kéne, ja. Lehet, hogy ez lenne a legutolsó, amit vennék még egyet ilyen kártyakirakó cuccot. Inkább izét kéne. Azt elvitte valaki ezt a 100 dollárosot, nem? Vagy a 100 dolláros, nem 100 dolláros, 37-esen. Elvitte valaki. Focisba, hát igazából... Bele tudod képzelni azt is, hogy focis. Mert ez valamilyen Pokémon copy lenne. De hát nyilván Pokémon se lehet, meg foci se lehet, mert az licenc. Ez ilyen saját licenc, vagy ilyen saját márka. De igen, persze, de hát olyan sose lesz, mert mindennek kéne ilyen licenceket venni, meg ilyeneket. Lehet amúgy modolni ezt a játékot, bemodolni ilyen Pokémon kártyákra, vagy focis kártyákra, vagy valami, de nem nyúlok bele ezekbe a dolgokba inkább. De amúgy, ja, jó lenne, persze. Mondjuk egy rare, Messi, Lamine Yamalos, Ronaldo-s lap, vagy Mbappé és Vinicius-os valami. De hát olyan nem lesz szerintem. De jó lenne, persze.
Durva lenne. Az nagyobb menne az a játék, az is. Hát mondjuk ez is nagyobb megy. Ez is nagyon-nagyon sokan játszik. És mondom, még mindig szerintem az a jobb ebbe a játékban, mint például a Supermarket Simulator, vagy itt legalább tudsz nyitogatni is. És el tudod adni azokat a pack-eket is, meg a dobozokat is. De viszont, ha szeretnél nyitogatni, akkor lehet, hogy nagyobb esélyed van profitra, vagy ilyenek. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon... Rá lehet függni erre a játékra szerintem. Mert folyamatosan tudod fejleszteni a boltot is, folyamatosan tudsz újabbnál újabb termékeket is venni. Fizetned kell a számlát, meg a alkalmazottadat, meg minden. Nagyon-nagyon jó. Amúgy azt fel kéne ezekkel tölteni szerintem. Ó, Isten! nagyon-nagyon szépen köszi a... hazadik hónap feliratkozás? Wow! Nagyon-nagyon szépen köszi. Hogy vagyunk, srácok, mi a helyzet? Köszi szépen még egyszer. Atya úristen. Úristen. Nagyon szépen köszi. Még mindig nem raktam alertet, az a baj. Vagy így minden nap így elfelejtem. És jönnek azért a nagyobb kártyák, nagyon jó. Hogy így... bár mondjuk mostanában mondjuk nem kaptunk ilyen faló botokat, meg ilyeneket. De azért ilyen szaboknak, meg ilyeneknek azért lehetne alertjék. Még mondjuk a falóknak nem feltétlenül kellene minden falónak. Azért ilyen szaboknak nem ártana azért, mert mégis... Ha már támogattok annyival, hogy feliratkoztak, akkor... A lehetjele azért lehetne, azért. Majd meg kell csinálnom. Mert ugye mióta új számítógépen van, ezt... Hát elfelejtettem azóta is. De mindegy, annak ellenére nagyon-nagyon szépen köszi még egyszer. Ja, hogy abból ennyi négy darab lapunk van. Az baj, mondjuk. Abból meg csak egy. Az melyik? A piros. Itt miénk van nekünk innen? Ja, a sleeve-ünk csak. Ha venni kéne egy piros kockát. Ja, meg... várja. Mert itt bevásárlások kéne lenni. Vennünk kéne egy ilyet. Vennünk kéne egy ilyet. Először is. Meg vennünk kéne egy ilyet. Meg vennünk kéne egy pilosz kockát. Ez $300 megint. De van 3000 pluszunk, az a jó. Ezt oda rakjuk. Azt a piros kocka. Csak az a baj, hogy megint egyetlen egy darab fog maradni a dobozban, hát ez hihetetlen. Mindegy, arra emlékszünk, hogy az ott van. És az piros. Jegyezzük meg, hogy az piros kocka. Piros kocka. Ott is olyanok vannak, ott is olyanok vannak. Mindegy, az ott marad most már, azt nem fogjuk tudni feltölteni. Csak így négy darabban. Arra most nem fogok venni egyet. Meg itt van egy ilyen sárga társas is. Jó. Hogy állunk itt a billekkel? $900 fizessük ki. Fizessük ki, jó van, fizessük ki, fizessük ki, fizessük ki. Kellene fehér kocka is, meg majd ezekből is kéne venni, csak még mondjuk van. Van, amiből még nagyon-nagyon kevés van. Hát majd azokból fog elfogyóba lenni. De nagyjából jók vagyunk, nem? Ki is fizettük a Terence-et is. A pénztárosunkat. Jó, most nyitogatni kéne pekkeket egy kevesen. Meg venni kéne... minimum 2 asztalt még ebben a részben. Mert a kártya tartó polcra, vagy szekrényre, vagy akármi is legyen az, arra annyira nem nagyon van szükségünk szerintem.
mivel nem nyitogatok olyan sok packet, hogy olyan sok mindent ki tudjunk rakni. Vagy vegyek most két asztalt, mert csak 200-200, ugye? Vegyünk két asztalt. Egy asztal, két asztal. Hoppá, rossz gomb. És akkor azt ide be is tudjuk. Tenni. Csak ide nem fog odaférni. És mi van akkor? Ha azt oda rakjuk. Azt oda rakjuk. És ezt ide arrébb rakjuk egy picit. És mondjuk lehet, hogy venni kéne mondjuk még egy polc, hogy teljes legyen a fal. Vagy sor. Így ide férne a másik asztal vajon? Ezt arrébb tudom rakni? Ha odafér, jó van. Jó, akkor így jó lesz. Húúúú, megnyugodtam. Az a baj most jelenleg, hogy ide már nem tudunk többet rakni, úgyhogy nem tudom, hogy mit fogunk és hogy fogunk csinálni. De elmen mindenki, úgyhogy bezárjuk már a helyiséget. Jó, kiküldöttük a employee-inkat is. Van egy kis mínuszunk, de behoztuk itt a dolgokat, úgyhogy jó. Jó, kinyitjuk a boltot. És vehetnénk ilyet is még egyet szerintem. Mert akkor ezt be tudjuk tölteni. Ja, de nem kell. Ott mondjuk felrakunk egyet, hogy jobban nézzen ki. Azokból pedig abból kettő van, abból meg négy, de majd jó lesz az jelenleg. Egy olyan sima kék izét kéne vennünk csak. Ilyet. Az elég lesz mostanra. Azt pont ki tudjuk tölteni magunknak. Jó. De meg a kettőre felrakjuk igen. Úgy és... Úgy. Hát akkor már nekem most nem sok idő tervem van. De még lehet, hogy megyünk egy napot itt. Hirtelen nyitogatunk pekkeket és... Az is elfogyott, akkor kell ebből is mennünk egyen. Meg amúgy vehetnénk, hogyha már itt találtunk, akkor még egy ilyen polcot, és arra is rakhatnánk valami mást. Vagy mondjuk akár erre. Akár arra például. Vagy mondjuk erre mennyi fér? Oda is tudunk rakni, vajon? Vagy ide is tudunk rakni, oda is tudunk rakni, meg oda is tudunk rakni. Mindjárt meglátjuk. Csak az a baj, hogy ilyen 10 dolláros dobozokat tudunk csinálni szerintem jelenleg, de mindjárt... Ja, többet nem tudunk sajnos. Vagy ha ezt beviszem nullára, akkor mi van? Nem jó. Oké. Itt vannak nekünk ilyen nagyobb értékű lapunk, lapjaink. Van egy pár. Úgyhogy ne legyen belőle nagyon baj, hogy üres ez a polc, úgyhogy tegyük fel őket. 9 dollár, ja, nagyon fogyóba vagyunk, úgyhogy nyomni kéne neki a nyitogatást. Mondjuk néha azért tölteni is kell itt a dolgokat. Pócokat. Például. Jó, 8 dollár, jó. Vettem magamnak egy dobozt. Vagy elfogytunk. Elfogytunk, nem? Akkor vegyünk már még egy. Ez mikor? 19-es színnél tudunk már jobb dobozt venni, meg 20-asnál azt. Akkor az is lesz a következő célunk majd, hogy ezt megvegyük meg azt. Szerintem. Az is lesz majd egy következő cél. Nem tudom, hogy mikor. Mert még... Hát azért nem ártanom nagyítani is itt a kicsi a helyiségem. De majd azt a dobozkát meg a legendári csomagokat kéne megvenni. Meg nyilván majd a 20-as színnél majd lehet, hogy a
talán a másik embert is fel kéne venni. Dolgozni. Lehet kéne venni ilyen dobozoknak valami polcot, hogy rakjuk, ne pedig csak a sarokba. Majd látjuk. Majd látjuk. Köszi szépen a követéseket, srácok, küld mindenkinek, sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Ja, jaj, mi csinálunk? Majdnem, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, 40 dolláros lap, amit valószínűleg egy jóval többére el fogunk tudni adni. Még egy. Haló. Így, nyomjad játék, nyomjad, jó az. Még többet, nyomod. Mi történik? Adogassad akkor, nyomjál be még egy 1000 dolláros lapot, vagy valami? Ha így mennek ezek a nyitogatások. Na, ki is tudjuk rakni őket, szerintem minden. Van egy 84-es, egy 39-es, egy 30-es, egy 27-es. A 102 mondjuk. 102 dollár. Az egy 48. Ez pedig egy 37. Van valami kisebb értékű lapunk? Mondjuk egy ilyen... Egy ilyet vegyünk le, szépen. 8.28, jó. Felrakjuk 34-ért mondjuk. Jó. Jó, hát hogyha így megy a nyitogatás, akkor nyissunk, nyomon. Mi történik? 77 dó, beindulunk ide a rész végére. A mai részünk végére beindulnak a nyitogatások. Mondjuk olyan sokat szerintem nem nyitottunk olyan sok packet a mai nap. Inkább alakítgattuk a store-t meg. Meg folyamatosan vesszük meg a dolgokat, azt töltjük fel a polcokat. Úgyhogy... nagyon jó, ott is lesz a 94 dollár. Viszik őket, ahogy látom. Nagyon viszik a kártyákat. Nyilván jó lenne még egy ilyen kártyatartó cucc amúgy, csak én olyan gyors nem vagyok, hogy én feltöltsük kettőt is egyszerre. Hogy folyamatosan fel legyen töltve minden. Olyannyira gyorsan én nem nyitogatom ezeket a dolgokat. Mondjuk mondom, még egyszer fel lehetne venni a pack animációnak a sebességét, de azért én szeretném látni, hogy mi a helyzet. Meg mennyi az idén? 6 óra. Hát lehet, hogy egy órát benézünk IFC-be is, nem sokás játszok, hogyha ennek a napnak vége van. Mehetnénk egy-két squad battles meccset mondjuk, evolúcióért, meg objektívért. Meg megnézhetnénk az esti contentet, csak ugye... Inkább holnap kéne megnézni az esti contentet, mint ma, mert ma szerintem nem lesz sok minden. Mondjuk lehet, hogy lesz valami Ibanez-es BC, de holnap leszünk igazából az új promó. Mondjuk lehet, Patesz is mondta talán, hogy lenne nála pack opening. Vagy akinél van, azt megnézhetjük, meg nyilván a contentet is holnap. Meg lehet, hogy lesz Rafinha SBC, meg... nem tudom. De nyilván azt a Rafinha SBC-t én nem nagyon fogom tudni megcsinálni, az a baj. Mert drága is lesz. Meg most csináltam meg tegnap azt a hülye... semmire kellő hero packen. De hogy miért csinálok ilyen baromságokat, azt ne kérdezzétek, mert nem tudom. Mert igazából, mivel mondtam, hogy Barcelona Past and Present csapatot csinálok egész évben, de nem tudom, hogy miért próbálkozok olyan pekkekkel, azt a mindenit. Mi történik? Beindulunk, nagyon itt a végén. Szóval nem tudom, hogy miért csinálok, meg miért nyitogatok olyan ilyen packeket, meg upgrade-eket, amiből nagyon-nagyon kevés esélye van annak, hogy én Barcelona Past and Present lapot nyitok. Na
nem tudom. Nem tudom, hogy miért csinálok ilyen hülyeségeket. Jó, oda kirakjuk. Az a baj, most is van 3 darab nagy pack, vagy mindig packet mondok, de kártyára gondolok amúgy. Van valami kisebb érték? 11, ezt mondjuk felvehetjük. Oda kirakjuk azt. 24. Mindegyik nagyobb értékű, amúgy $10 alatt nincsen lapunk. Az viszont egy nagyobb banda. $65-ért el tudjuk adni, vagy mennyi. És van kép belőle, tudunk csinálni kettőt is, várja. Jó az, jó az. Tudunk esetleg még egyet csinálni? Tudunk még egyet csinálni, azt a mindegy. Oké, okay, van 3. 4-et már nem tudunk csinálni, jó. Eladjuk a villanyunkat, meg nyitunk akkor még... Hát ezt a dobozt ki kéne nyitni amúgy az összesen. Talán. Meg lehet, hogy itt a rész végére amúgy fel is kéne tölteni a polcokat. Meg ha egy sorral kibővítettük akkor ma a boltot. Haladás. $27 megint. Mondom, itt beindulunk. Nagyon beindul itt a biznisz. Nagyon beindul. Ott egy 4-es. A $3000. Nem rossz, nem rossz. Hát az... Oké. Okay. Mi van, miből van kevés? Meg miből van elfogyva esetleg? Ja, abból vehetünk egyet, meg abból is vehetünk egyet, meg a... azok el vannak fogyva, várjál. Melyik az fehér, meg a két társas? Fehér kocka... Meg a két... cuccos... Gyorsan feltöltjük. Egy. És megint rossz gomb. Azt is feltöltjük, jó. És akkor fehér kocka meg elfogyott teljesen. Ja, ezből a kockákból amúgy lehet, hogy meg kéne várni, hogy elfogjon teljesen az összes, mert ilyenkor meg, ha nem fogy el az összes egyszerre, akkor meg itt egy kockák, meg kettő kockák így maradni fognak így a dobozokból, azt nem fogom tudni, melyik. Pirosból van ugye egy, igen, és így üres a doboz, ugye? Jó. Így jó. Mennyi az ide? 7 óra, 22, 3, 4. Ezekből a sleeve-ekből amúgy megy. Azokból miért nem visznek? Ha? Vagy túl drága. Adjuk 27 érőket. Túl drága lenne. Amúgy azokból is mindegyikből kell vennünk. Ú, de jó vagy, hogy viszed a... Már mennyit vittél te el? Még egy olyat is, még egy ilyet is, még egy amolyat is. Igen. Not a bad price. Igen. Még egy olyat is. Mennyi olyan scamboxot vittél? Ha? Mennyit vittél? Ja, nézni kell ott fönt, hogy mennyivel lesz több. Nagyon jó. Nézem most, hogy följön, hogy mennyivel lesz több pénzünk. Már most van szerintem ott a $220 fizetett. $220 fizetett az emberünk. Tele van az asztal, minden tele van. Nyomjuk a boltot. Nyomjuk neki ezerre. Akkor ez lesz az utolsó napunk a mai napra. De jó haladt, és így kell zárni. Mondjuk még ezt a dobozt kinyitjuk, de $100+ lappal kell zárni. Hatalmas.
Hatalmas. Ott is voltak amúgy ilyen 10 dolláros lapok. Lehet, hogy tényleg amúgy kéne venni egy ilyen új kártya tartó cuccot is. Csak az 400 dollár, hogy jól tudom. Jól tudom, az 400 dollár. Jó, még ezeket kinyitjuk. Mennyi van még itt? Egy marad. Ezt még gyorsan ledaráljuk. Ezt a dobozt. Ez nem a legjobb. Nem. Ott is 100 dollárt fizetett emberünk. Hú, de rosszak ezek most hirtelen. A gameplay szélzi, nem? Gyorsan ledaráljuk ezt a dobozt. 11 dollár, nagyon jó. Hát ez borzalmas. Még azt hiszem, hogy a dobozban van egy pack, ha minden igaz. Tudod, egy 7 dolláros. Egy volt már, csak egy van, igen. Ebben még valamit 5 dollár. Semmi. Jó, ezt kidobjuk. Úgy. Megnézzük még egyszer, hogy milyen helyzet. Igen. Abból van 3, arra majd figyelni kell. Meg ezekre kell itt mindenre figyelni, mert majd el fog fogyni, de most már én ezt nem fogom feltölteni. Még ezeket itt kirakjuk. Az lesz egy 100 plusz dolláros lap, még hozzá egy 100, majdnem 120 dolláros. Ott van nekünk egy 47 dollárosunk. Ott lesz mondjuk egy 34 dollárosunk. Az is lesz egy 23. Itt már kicsit kisebb lapok, de ezek is még ilyen 15-10 dollárosok környékén vannak, vagy lesznek. 13. És még szerintem lesz egy 11-es. Jó. Itt esetleg még ilyeneket tudunk esélyt csinálni. Nagyon-nagyon szépen köszi gameplay a 20 bitet, meddig leszek ma. Nem tudunk többet csinálni, úgyhogy mindjárt mondom. Már még nincs vége a streamnek, de ennek a játéknak szerintem igen. Úgyhogy zárjuk is ezt a napot. Így. 1500-as profittal. Úgyhogy level 18 és felesek vagyunk, és a 28. nap fog érkezni több mint 3500 dollárral, ami fantasztikus. Haladtunk egy kicsit a mai részbe is, úgyhogy innen fogjuk folytatni majd a következőben. Ez egy nagyjából egy óra hossza 20 perces rész lett, körülbelül ennyik volt, szoktak lenni ezek a részek, bár mondjuk volt 2-3 óra hosszás rész is. Ha esetleg tetszett ez a rész is, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni ezt a videót, hogy szeretnétek még több részt látni, és találkozunk legközelebb. Legyetek jók, sziasztok!